Két nappal Orbán Viktor kétharmados választási győzelme után az Európai Bizottság bejelentette, hogy elindul az úgynevezett jogállamisági mechanizmus Magyarország ellen. Ez azt jelenti, hogy a jövőben uniós pénzektől eshet el az ország a korrupció gyanús ügyek és a felderítés hiányosságai miatt. Leveleket küldtünk Magyarországra a kérdéseinkkel, a válaszokat gondosan elemeztük, és arra jutottunk, hogy a következő szintre kell lépnünk. A költségvetési biztosunk Johannes Hahn beszélt a magyar hatóságokkal és közölte velük, hogy hivatalos értesítést kapnak a jogállamisági mechanizmus kezdetéről. Ez elindítja a folyamatot, amelynek külön menetrendje van, mondta Ursula von der Leyen bizottsági elnök. Magyarország és az EU vitája évek óta tart. A jogállamisági mechanizmus tavaly évelején lépett életbe. Amennyiben Brüsszel szerint veszélybe kerülnek az uniós források egy országban, a korrupció vagy más rendellenességek miatt felfüggeszthetik a kifizetéseket. Az egyik oka annak, hogy Orbán mára ennyire megerősödött az, hogy Brüsszelben nem tanulták meg a leckét, sőt, még támogatták is őt. Most fel kell gyorsítani a dolgokat, például a jogállamisági mechanizmussal és a többi lehetséges szankcióval Magyarország és Orbán Viktor ellen, mondta egy német zöldpárti EP képviselő. Lengyelország ellen egyelőre nem indul eljárás. Annak ellenére sem, hogy Brüsszelben őket is hasonló kihágásokkal vádolja az EU. Aggódunk amiatt, hogy a bizottság tárgyal a lengyel kormánnyal. A jogállamiság és az igazságszolgáltatás függetlensége nem lehet tárgyalás kérdése, mondta egy holland liberális EP képviselő. Varga Judit igazságügyi miniszter Facebookos válaszában azt írta, Brüsszelnek nem szabadna azért büntetnie a magyarokat, mert nem úgy szavaztak, ahogy ők szerették volna.